Jó reggel. 2021. október 27-e van. Folytatjuk túránkat a Zemplénben. Regészről indultunk. A videó elején néhány pillanatra a szállást mutattam meg. Utána pár szösszenetet a Regész várról. Most pedig zöldjelzésen hamarosan bevetjük magunkat az erdőbe. Tartsatok velem a mai túrán is. Abból az irányból jövünk, de Regéczi várat azt minden irányból látjuk. Egyelőre még nem tudunk tőle elszakadni, és abba az irányba folytatjuk utunkat. Ez az erdőrészet megint nagyon jól néz ki, hogy a sárga, barna színű levelek közül az örökzöld előtűnik. Előtt ez a kaszáló, minden évszaknak megvan a maga szépsége, de az ősz ezzel a sokszínűségével szerintem a legszebb. Szép mélység van itt jobbra mellettünk, az aljában pedig egy patak is csorgogál. Hatalmas sziklák közt folyik a patak. Abba az irányba folytatjuk utunkat. Huszáros vágásra itt balra kell felfelé menni. Letértünk erről a kényelmes erdei útról, és itt folytatjuk utunkat felfelé. Telki bánya irányába tartunk, útközben érinteni fogjuk a Bohó hegyet is. Addig azonban még van egy pár kilométer. Hú, mennyi szikla, de jól néz ki. Remélem, hogy lehet látni valamit a kamerámban. És az a patak ott folyik lefelé. Indulás óta 3 kilométert jöttünk. Ha igaz, ha jó mér a telefon, akkor 28 kilométer lesz a mai túra. Kisebb fajta vízesés van bal kézre. Hatalmas sziklákon bukik lefelé a víz.
Jó néz ki. Nos, most ilyen körülmények között ballagunk. Jobbra, balra, tarvágás. Hát ez eléggé elkeserítő. És le van kerítve. Itt vezet a turista út. Mondanom se kell jelzés, egy darab sincs. Volt egy kisebb fajta Bermuda háromszög lejjebb. De ki tudtunk belőle keveredni. Hogy meddig tart ez a pusztaság? Lövésem nincs. Időközben megérkeztünk a Kavicsbányarétre, és pici letérőt fogunk abszolválni Pengőkő felé. 1,1 km ide a Kéken. Ballagunk a Pengőkő felé. Ez is krioplanációs forma, akárcsak a Nagy Péter mennykő, és hogy nevét honnan kapta. Állítólag a kővel megüti az emberfia, pengő hangot hallat. Hát nem tudom, hogy hallott-e pengő hangot, de hogy jó néz ki, az tuti fix. Nézzünk. Nagyon jól néz ki. Fú, nagyon jó. És ugyanaz lentről megkerülöm. Óriások szórakoztak a sziklákkal.
ez az oszlop meg valószínűleg ez el is dőlt annó. Boka egyengető az út. Mekkora sziklá. Valaki rendet tehetne köztük, összepakolhatna. És ennek a sziklatoronynak a tetején voltunk. Ez a ment. Na, végig lehet menni. Meglátjuk. Óvatosan. Aha. Mozog a kő. Na jó, ezután vissza újra kékre, és folytatjuk Telki bánya felé utunkat. Onnan oda tartunk. Itt sajnos megint nagy erdőírtások vannak. Reméljük telepítés körül is gondoskodnak majd. A Bohó hegyre tartunk, szép sudárfák között. Nem soká fent leszünk. 703 méter, ha jól tudom. A vastag alattól nem lehet látni a turista utat tökéletesen, így a turista jelzésre hagyatkozunk. Az viszont sűrű van feltüntető a fákon. Óvatosan ereszkedünk lefelé a Bohó hegyről. Egy picit tévedtem, nem 703, hanem 734 méter magas. A hegy oldalában vezet az út.
podcast. Lehet podcastozni. És hajtani az apró rovarokat. Szerintem ezek az avar alatt húzódnak meg, és felzavarjuk őket. Fú, de kellemetlen. Egy igazi ent áll itt a turista út mellett. Tekintélyes. Innen megyek, mert kicsit lemaradtam. Elmentünk a Hemzsőkő és a Reszelt Bérc mellett, de nem mentünk ki egyik helyre se, mert még messze van a vége. Még mindig Telki bánya felé tartunk. Jelen pillanatban lefelé ereszkedünk, ami valószínűsíti, hogy visszafelé, felfelé kell majd kapaszkodni. Szóval nem lesz egyszerű történet. Időközben megérkeztünk a 60-as nyeregbe, 300 méter tengerszint közötti magasság, és nem folytatjuk tovább a zöldjelzésen Telki bánya felé, hanem a zöld négyzetem Potácsház felé folytatjuk az utunkat. Itt a zöldön, tehát el lehet jutni Telki bányára, de mi itt letérünk balra. Megérkeztünk a Potácsházhoz, és a piros jelzésen folytatjuk az utat, és mi lesz a következő? Pálos kolostorom. Nagy lihegések árán feltoltuk. Itt vagyunk, Pálos kolostorom. Bízom benne, nem szökad a fejemre.
folytatjuk tovább a piros jelzésen. Méghozzá. Méghozzá. Ebbe az irányba. Remélem jó irányba megyek. Szép völgyben vezet turista út, bár nagyon sok a kidőlt fa, el lehet haladni köztük. Nagyon szép völgy. És mellettem, balra, megint patak folyik. Na, itt lehet, hogy lesz egy kisebb akadály. Na, majd ügyesen megoldjuk az átkelést. Roppant ügyesek vagyunk. Megálltam egy pillanatra, csak hogy szemléltessem, honnan jövünk, onnan lentről, ott van lent az út. Ilyen meredek. És tartunk abba az irányba fölfelé. Nem ért még véget az agónia. Még folytatjuk a kapaszkodást felfelé. Jó lenne tudni, most ott a gerincen megyünk, vagy át a nyergen. Minden esetre az Amadei várat megint csak nem völgybe építették. Akár csak a többit. Megmaradtak a régi jó szakásnál. Jó magasra. Tűnik, hogy nem kell felmenni. Abba az irányba folytatódik az út. Nem. Hát tévedtem. És a fáj.
Igen. Ott a következő. Nagyon jó. Feltoljuk Izibe, az Amadé várhoz. Húzós emelkedő vezetett ide föl. És egy szuper látványosság. Csak mire az ember ide feljön, megdöglik. Oh. Itt lesz majd kilátás is. Picit megpihenünk. Harapunk. Ismét pazar látvány. Ott valahol, a jó irányba mutatok, fehérlik a Füzéri vár. Nagyon szép. Látod a várat, Füzéri várat, ott fehérlik. Szusszanunk, és megyünk tovább.
még 3,5-4 kilométer van Regécig. 6 óra felé fogunk beérni, ha minden jól megy. Elhúzódott ez a túra. A Borsóhegyi emlékhelyre nem mentünk el, mert mondom, hogy így is 6 óra lesz, mire beérünk. Sajnálom, talán majd este úgy tervezem a túrát, hogy oda is elmegyünk. Jó újra látni így a túra végén a várat. Szép, hosszú nap volt ez a mai is. Köszönöm a figyelmet. Következik a holnapi, az utolsó. Sziasztok!